Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Civilization 6 Gathering Storm következő szériája, aminek a címe nem más, mint a spanyol inkvizíció. Az előző szériát, hölgyeim és uraim, így berekesztettem, mert nem hiszem, hogy azzal a területtel, amivel rendelkeztem, el tudtam volna érni a győzelmet, de majd lehet, hogy megpróbálom még egyszer ugyanazokkal a néppel hasonló térképbeállítással, csak egy kicsikét másként, hát ha nagyobb sikerem lesz. Viszont most, srácok, lányok, kezdünk egy új játékot, egy új pályán. Nem mással, mint második Filippel, aki itt van lent a spanyolokkal, ugyanis, ha már inkvizíció, akkor legyenek spanyolok. A térképbeállításával kapcsolatban Immortálon fogunk játszani, az Ancient Area-ba kezdünk, Game Speed Standard, és a térképnek a mérete szintén standard lesz, és kicsi kontinenseken kívánunk mozogni. Egyetlen egy dolgot veszek ki, a pontszám alapú győzelmet, ugyanis szeretném izgalmasabbá tenni a játékot, mind vallási szempontból, mind pedig ugye kulturális, tudományi és dominancia szempontjából is. Így nem csak egy irányba fognak fókuszálni a mesterséges intelligenciák, hanem akár több irányba is mehetnek. Nincsen duplikált civilizáció, nincsen duplikált vezető, randomként van mindenki beállítva, és úgy érzem, hogy el is kezdhetjük. Standarden hagytam egyébként mindent a játékon belül, úgyhogy most nem emeltem a vízszintet, nem csökkentettem, nem növeltem a bolygónak a hőmérsékletét. Nem csökkentettem a bolygó hőmérsékletét, most csak így egyszerűen megyünk neki, immortál nehézséget, meglátjuk, hogy mennyire leszünk szerencsések, mennyire leszünk jó pozícióba, és hogy hogyan tudjuk érvényesíteni saját magunkat. Amennyiben, leszögezem most, amennyiben nem kapunk megfelelő pályát, a nem megfelelő pálya azt jelenti, hogy az egyik mesterséges intelligenciát, az egyik gépet így berakják a szánkba, akkor nem fogjuk folytatni a játékot, mert ezen a nehézségi fokozaton nagyon-nagyon nehéz életben maradni akkor, hogyha esetlegesen valaki ott van, és így sorba rakja a kis településeid a te határaidhoz, ami nem annyira kedvező, őszintén szólva. Spanyolok tökéletesek vallási győzelem eléréséhez úgy, hogy a dominanciát is tudjuk erőltetni, de ezt majd játékon belül mindenféleképpen meg fogom mutatni. Okay, kettő kávé, szarvasok, kő, teknős, az így nagyon jó. Ez egy nagyon jó pozíció. Kivéve, hogy ez az egyetlen egy domba, ami itt van. Igen. De én ezt elfogadom. Szuper. Tengerpartra építkeztünk, hölgyeim és uraim, tehát kapunk boostot a hajózáshoz, és felderítjük. Ó, goodie hat! Ezt a falvat mindenféleképpen felvesszük, és reméljük, hogy valami nagyon-nagyon jót kapunk. Szarvasokat mindenféleképpen meg kell művelni, úgyhogy kezdjük az állattartással. És választunk egy scoutot, hogy a lehető legnagyobb területet tudjuk felfedezni, és a lehető legtöbb házat tudjuk összeszedni. Ó, kaptunk egy buildert, ez nagyon-nagyon jó. Farmokkal már el is kezdhetünk foglalkozni, srácok, lányok. De lehet, hogy várunk még vele, vagy nem. Mert a craftmanship boosthoz három területet meg kell munkálnunk. Azt a... pont a teknőst? Ez kellene, fia? Oké, lehet, hogy meg fogjuk majd aranyból vásárolni azt a zónát. Hogyha esetleg 50. Oké. Jó, az viszont ad kultúrát. Ugye? Ott kapunk kultúrát, igen. Kapunk termelést esetlegesen, de nem tudjuk megmunkálni jelen esetben. Itt viszont ezt a zónát meg tudjuk munkálni, amennyiben a bányászatot választjuk. A termelésünket egy kicsit meg fogja dobni, ez szerintem sokkal jobb lesz, de a legjobb egyelőre ez a zóna, amit ugye most viszünk is, úgyhogy most még várunk azzal a munkással. Jó, aludjál egy kicsit. Következő kör. És egy felderítő, tehát van egy barbárkemp a közelben, ami nagyon-nagyon jó is lehet. Nagyon-nagyon jó is lehet, és felfedezte a városunkat. Remek. Oké, levágjuk az útját, nem hagyjuk, hogy visszamenjen a barbárkemphez, mert hogyha szól, hogy itt van valaki, aki leüthető pozícióban van, az nagyon-nagyon kellemetlen lesz, és megy tovább. Lefele tundra van. Oké. Hova mész, barátom? Erről jött, és erre ment. Márvány, hal, teknős. Az nem jó, hogyha arra megy. Az nagyon-nagyon nem jó. Errefele felderítünk, ott van még kávé, azt is elérjük. És egy slingert fogunk választani, következő kör. És el is tűnt. Nem tudom, hogy jó fele megyünk-e, de errefele fogunk menni. Igen. Na, merre vagy? Errefele jöttél? Ez itt tele van hegyekkel. Az még akár jó is lehet ott. Sehol nem látunk plusz
plusz falvakat, és szerintem a térképnek a déli részét karcol, igen, a déli területeken szoktak lenni. Szoktak lenni ilyen falvak. Oh, hello haver! Jó, ez most már együttés. Nagyszerű, kettő kör múlva meg lesz a paritjásunk. I'm fond of pigs. Oké. Okay. Szépen megmunkáljuk ezt a területet. Egy körrel hamarabb is rámeltem volna. Ó, az első városállam. Nagyszerű, és kultúrában erősít minket. Ugye? Így van. Plusz kettő kultúra a fővárosnak. Ez nagyon-nagyon jó. Megpróbálok a lehető legtöbbet. Ott a gudihát. Ott van, ott vagyunk. Bányászat. Igen, amennyiben ezt a területet megveszük, és miért ne vennénk meg? Miért ne vennénk meg? Valamint a sailing, akár, hogy a teknőst is befoglaljuk. 8 kör, 6 kör, bányászat mindenféleképpen. És következő körbe valószínűleg nem tudjuk leütni, mert szerintem hamarabb fog lépni Kumasi. Jó, következő kör. Megnézem, hogy mit csinál. Semmit. Oké, meg tudjuk ölni. Meg tudjuk ölni. Meg tudjuk ölni. Szerintem lentről jött. Úgyhogy errefele fogok kacsingatni. Ez egy hatalmas terület, amit el tudunk foglalni. Ide jöhet még akár egy másik város. Igaz, hogy sok a tundra terület, de elég nagy az építkezési zónánk. Ami abszolút nem rossz. Plusz egy arany. Nagyon jó a játék korai szakaszában. És agyonvertek. És megtaláltuk a következő városállamot. Zseniális. Ó, egy relik. 4 hitet ad és 8 turizmust. A 4 hit nagyon fontos. Vallási győzelmet célzok meg, srácok, lányok. És ez a relikvia, ez nagyon-nagyon sokat fog segíteni. Erre a területre encampment will mine a resource. Akár, akár még az is lehet. Ezt a zónát be tudjuk foglalni szerintem. Settler mindenféleképpen. Most már kell a másik település. És kell majd a harmadik is. Combat Strange, így van. Combat Strange és Gut King. Plusz egy hit. A termelést azt most háttérbe adjam egy kicsit. Hitre van szükségem. Következő zónánk egy vásárolt terület lesz, ugyanis nem tudunk még tengerre szállni. Úgyhogy megvesszük ezt a zónát. 50, szintén arany. És az lesz a következő. De miért tengeri területre? Nagyon gyorsan fogunk terjeszkedni, srácok, lányok, ugyanis mind a kettő városállamból megkapjuk a +2/+2 kultúrát. Ez segíteni fog mindenféleképpen. Lefele majd körülnézünk, craftsmanship, megkapja a boostot. És lenézzünk, hogy találunk-e esetleg valamilyen barbár kempet. Itt folytatódik a kontinens. Igaz, hogy csak havas terület. Vízre kell szállnunk mindenféleképpen, srácok, lányok. De ide egy település simán el tudok képzelni. Simán el tudok képzelni. 3 kör. Oké. Okay. Szerintem... 1, 2, 3. Egy farm. Egy farm az nem jön rosszul. Szükségem van a boostra. Ott a barbár camp. Oké. Okay. Jó. A harcosomat vissza fogom hívni. Ide, 7 kör, nagyszerű. És egyel visszább lépünk. Örülök, hogy a felfedező nem közvetlen ebbe az irányba ment vissza. Nagyon jó volt, hogy mögé kerültünk, és elkezdett menekülni. És nem tudta a településünknek a hírét továbbvinni. Oké, itt maradjunk defenzíven, hogy legyen rálátásunk erre a területre. És a következő körben... Oké, itt aludjunk. 2 kör múlva... Hát igen, 2 kör múlva elérjük azt, amit el szeretnénk. Ott van még egy gurihát. Hogyha kapunk valami relikviát, srácok, lányok... Ott a warrior. Mining. Oké, okay. Craftsmanship. Meg is vagyunk. Builders. Anti-cavalry units. 6 kör a settlerig. És nyugatfele fogunk menni egyébként, délkelet és délfele is haladhatnánk, de nyugatfele megyünk, mert ez biztonságosabb terület. És kontroll alatt tartjuk ezt az átjárót. Vagy pedig ide települünk ki. 1, 2, 3 kő. De mindjárt megnézzük, hogy hogyan legyen. Builders, most nem tudok arra fókuszálni, plusz 5 combat strength, vagy pedig 50%-os termelés. Az a baj, hogy észre fog minket venni. Vagy combat strength-et választunk, vagy pedig a plusz katonát. Plusz katonát választunk. Oké. Okay. Masonry. Megkapta a boostot. Jöjjünk vissza, próbálj meg felgyógyulni. És felvesszük. Ó, oh, Astrology! Nagyszerű, azt ki is használom. Jöhet az Astrology. És itt váltani fogok, srácok, lányok, méghozzá plusz egy Warriorra.
A setlapt majd folytatom egy kicsit később, és Pantheont tudunk választani. Ez nagyon-nagyon nagyszerű. Na lássuk, Fate Tundra Districts, az nem, Holy Sides Desert, nem. Fate Rainforest, nem. Housing if they Holy Side District adjunct to a river. Nem tudom, hogy mennyi folyó lesz, de plusz kettő amenities és plusz kettő housing az nagyon-nagyon jó. Classical and ancient wonders, nem valószínű, hogy az működni fog. Fishing boats, plusz kettő, plusz egy termelés. Mines and luxury and bonus resources. Ez is egy nagyon fontos. Strategic resource, ez nagy zsákba macska. Hogyha nincs elég stratégiai nyersanyagunk, akkor ez nem lesz annyira kedvező. Military units, azt nem akarom kihasználni még most, mert a barbár kempen kívül nem nagyon kell hadakozzak. Fate Gautermel, nem. Gyógyulnak az egységeink a Holy Site-on, ez sem lenne rossz. Főleg, hogyha szeretnénk hadászati, vallási vonalat követni. Főleg akkor. Luxury mines over luxury and bonus resources. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, vagy pedig pasture. 1, 2, 3, 4, ide is élt egy település. Ide nem valószínű. Stratégiai nyersanyagokat meglátjuk. 5-6. Plus 2 fate from quarries. Lehet, hogy ezt kellene választanunk, hogy még több hitet kapjunk. A többit utólagosan, utána már nem nagyon tudjuk használni. Combat killed within 8 times Holy Side District. Ez ilyen közeli háborúhoz való. Nem akarok túlságosan sokat... From mines over luxury and... Ja, hogyha gondolom, hogy kibányászom. Most az desert. Vagy pedig a remek emberekre kellene rámenni, de szerintem inkább a folyókra. De folyó kevés van. Egyetlen egy kis folyó van ott. Kettő. Úgyhogy folyókat nem fogom választani semmiféleképpen. Maradjunk a szokásosnál. Mi lenne, hogyha... Camps. Plusz egy kaja és plusz egy termelés. Garas of the Hunt. Nincs elég szarvas. Quarries. Fishing boats. Komolyan nem tudom, srácok, lányok, hogy mit válaszok, ez annyira... Nem azt mondom, hogy megterhelő döntés, de nem egyszerű. Nem egyszerű. Impress strategic resource. Ez lesz. Plusz kettő hit. Mysticism. Megkapta a bónuszt. És lássuk, hogy őt kapjuk. Majd a luxury az abszolút működőképes lesz. Jó, lássuk, milyen irányba menjünk tovább. Plusz egy kormányzó. Az is nagyon fontos. A kereskedelmet pedig... Ezt még nem fogom erőltetni, viszont egyből rámehetünk. Plusz egy kormányzóra és a Government Plaza-ra. Arra is szükségünk lesz. Vagy pedig... Mysticism. Great Scientist, Great Prophet. Second Continent. Nem találtuk még meg sajnálatos módon, tehát nem igazán tudunk ebbe az irányba menni. De itt ezt elkezdhetjük. Clear a Barbar, ott is meg lesz. Ott is meg lesz szerintem. És meg is kaptuk az első pofon, srácok, lányok, visszajövünk az erdőbe. És jövünk a Warriorral támogatni, és visszaindulunk a Scout-tal, mert ez itt egy zsákutca. Oké, jön ellenem. Nagyon boldog vagyok. Visszább jövünk, és a Warriorral pedig ide jövünk a Quarryhoz. És elkezdünk, hogyha üres, akkor el tudjuk foglalni. Az óriási érvágás lesz. Az óriási érvágás. Promotion available, nagyon fontos. Meg is kapja. Million range units, természetesen. Visszatöltünk egy kis életerőt. És a Slingerrel pedig... itt elkezdünk gyógyulni. Ez lesz a feladatunk. Szerintem, mire visszaérünk, már lesz egy újabb egység. És kész a következő Warrior. Jó, oké, elmegy. A lándzsás elmegy.
Cseréljünk csak helyet. Ne! Az erdő miatt biztonságban érzem magam, srácok, lányok, de jön egy következő harcos. És arra menjünk majd tovább. Termelés választunk, folytatjuk a settlert. És következő kör. Szerintem el fog menni az harcos. Megölette magát! Nemes egyszerűséggel. Cseréljünk helyet. Gyógyuljunk. A Slingerre szintén promóció, voli, 25 támadási erő. Következő kör. Nagyon jó. Astrology után menjünk egyből az íjászat felé. És abba az irányba menjünk tovább. A hó, illetve a hegyek, meg az erdők akadályoznak a haladásba. De valószínűleg ennyi kör után már nem lesz egyszerű a dolgunk. Ha kijebb megyek, le tudom sebezni. Ide jövünk. Az erdő ad nekünk védelmi bónuszt. Üres! Remélem, hogy szerencsénk lesz. Greetings! Frederick! Oké, akkor ő megtalált. I don't believe in astrology. Astrology. Beragadt a billentyűzetem, úgy, ahogy szokott. És megyünk előrébb, és meglepjük. Egy pofon. Ugyanis felveszik a kempet, military tradition, megkapta a bónuszt. És el vannak takarítva. El vannak takarítva. Sailing. Szükségem van a tengeri területekre, csak hogy gyorsítsam a fejlődést. És ott van Barbossa. Úgy látom, hogy őt is megpocsékolták rendesen. Vízre kell szállnunk. Delegation is welcomed. Igen, most már powerkedik. Most már powerkedik nekem rendesen. És a scouttal elindulunk abba az irányba. És ha nem muszáj, akkor... De muszáj. Jó, leütjük. Nagyszerű. Bronze working. Meg is van a boost. Nagyszerű. Barbárhajó. Mennyire jó, hogy nincsen tengeri terület megmunkálva, ugye? Így van. Nagyon-nagyon jó. Ilyet a builder. Az első számú településünk talán itt kellene elhelyeznünk. Itt is van még friss víz. Azt mondja, hogy egy. Egy, kettő, egy. Ott nem vagyunk, ott nem vagyunk jó helyen. Ezt a kettő helyet el kellene foglalnunk. Vagy pedig ott, de... Ja, a tóból kapjuk a friss vizet. A tóból kapjuk a friss vizet. Igen, egy, kettő, három. Plusz még kettő, három erdő. És a teknős is a miénk. És ide is rakhatunk majd egy következő várost. Vagy pedig elmenjünk ebbe az irányba. Az már ott nem igazán... Nem igazán a friss vizet. És lehet, hogy ide kitelepülünk. De nem látom, hogy mi van a vizen. Amennyiben a kormányzók közül Liangot választjuk, akkor tudunk fisheriket csinálni ide, hogy növeljük a termelékenységet. De szerintem... Few new resources here. Fresh water. Igen. Próbáljuk meg! Abban bízok, srácok, lányok. Menjünk vissza. És ezzel a varjorral fogunk majd csatlakozni a settlerhez. Hogy legyen kíséret, megint a határainkon belül fogunk maradni. Lássuk a termelést, monument, vagy Stonehenge. Az már abszolút későn van. Azzal már elkéstünk. Holy Site. Ott kapunk plusz egy hitet, ugye a márvány miatt szerintem. És amúgy miért ne? 188. Oké, illetve a Holy Site. Következő kör. Jó, odajövünk, és csatlakozunk a varjóra. És a Holy Site épülő részén pedig kapcsolódjunk össze. És ide jöttök. Következő kör. És így gyógyulunk. 15-27. Jó sok életet kapunk vissza. Oké, megyünk tovább. Ide. Felgyógyultunk, visszajövünk Madrid felé. A scouttal elértük a határ, az ismert, általunk ismert terület határvonalát. A következő településünk itt lesz. Itt lesz. Ezen a területen. Vagy ide rakom le, vagy ide. De szerintem ide az alsó régióba. Talán ide. Következő kör. Kettő barbár, remek. Classic Wonders, azt nem fogjuk, fenntartási költséget csökkentjük. Maradunk még a barbároknál. Change policies, plusz egy hit.
szükségünk van-e rá, vagy pedig rámeltünk. Builders. Erre van most szükségünk. Yes! És itt maradunk defenzíven. Tudjuk fejleszteni? Nem tudjuk még. Igen, mert a sailing után jön majd az archery. Oké. Okay. Merre menjünk tovább? Discover second continent, military tradition. Flanking bonus. Cavalry units, military tradition, illetve egy kormányzó. És itt tudjuk a vallási nyomást gyakorolni. A vallási nyomást. Magnusra nincsen szükségünk, mert nincs túlságosan sok olyan terület, amit fel tudunk dolgozni, nincs túl sok erdő, amit ki tudunk vágni. Liang plusz egy építész, plusz egy egység, erre sincs még most szükségünk. Pingala, még most rá sem. Reina, lehet, hogy Moksát fogom választani. Inquisitor plusz 10 vallási erő. Moksát mindenféleképpen kell. Őt mindenféleképpen. Plusz egy builder. Lehet, hogy Pingalát választjuk. Pingalát. Igen. Pingalát választjuk, és Madridba helyezzük el. Így. Következő kör. Oké. Okay. Itt még nem kell akcióznunk, úgyhogy maradunk defenzívek ezzel a katonával. És körülnézünk erre, hogy mi újság. Hogy tudunk esetleg elmenni a kettő városállam mellett? Ez lesz a nagyszerű kérdés. Megérkeztünk, srácok, lányok. Jöhet Valencia. Gyógyulunk az emberünkkel. Mondom, hogy 60! Wow! Oké, okay, vásárolnunk kell egy építést. A lehető leggyorsabban. Ó, hát mit találtunk? Hát mit találtunk? Sailing! Mostantól kezdve elérhető. 2/1. Nagyon-nagyon alacsonyan vagyunk. És rácsapunk még egyszer. Az erdőnek köszönhetően elég sok védelme van szerencsétlennek. Viszont rengeteg erdő van. Ami Magnusnak abszolút szimpatikus lenne szerintem. Előrébb megyünk az IS-szal, vagy a parittyással. És választunk egy tudományt. Az archerit. És kiderítjük, hogy hol van az a barbár camp. Mert itt egyelőre egyáltalán nem látok semmit. De valahol itt kell lennie. Következő kör. Vagy ez egy... Meg is ölte magát. Hát akkor gyógyuljunk. Maradunk itt a parittyással. Körülnézünk erre, mi a helyzet. Ide akár ki is települhetünk. Ez itt rengeteg terület, amit fel tudunk dolgozni. És nem tudom, hogy milyen stratégiai nyersanyag van ott. Ez viszont egy fontos kérdés lenne. Hogy felelőtlenül ne menjünk ebbe a zónába. Egy újabb kontinens sem lenne rossz. Egyébként megtalálunk. Igen, egyébként rá jellemző, hogy city state-eket, ilyen városállamokat pusztít el. Nem, hogy vérje az arcunkat. Klasszikan light cavalry units, great general point, arra nincsen szükségünk. Menjünk akkor a kereskedelem. 6 kör, nem tudjuk boostolni, 27. Jó, ők védettek, most már védettek Barbossz ellen, aminek nagyon-nagyon tudok örülni. Lehet elfoglaljuk egyébként őt, attól függ, hogy milyen nyersanyagjai lesznek. Abszolút attól függ. Oké, okay. Körülnézünk errefele. És itt is mozgósítjuk a katonánkat. Nem látok sehol se barbár kempet, de attól függetlenül lehet, hogy van itt valahol. Bár szokta jelezni a játék, úgyhogy szerintem inkább csak egy ilyen random scouttal találkoztunk, akit elkerültünk. Akkor menjünk a mars irányába. 8 kör, vagy pedig builder, 5 kör. Builderre nem nagyon, nincs szükség, majd Valencia készít magának, hogy el tudjuk foglalni az egyiket, és mást annyira nem. Shrine, következő kör. Magnus sem lenne rossz egyébként, mert akkor nem kellene populációt áldoznunk azért, hogy kapjunk, igen, azt fel kell fejlesztenünk, és a farmot nem használjuk. Menjünk a kajára, illetve a termelésre. Termelé egyértelmű, oké. Okay. Oké, itt maradunk a kettő város határvidékénél. Következő kör. Oké, hogy állunk? Ez a felső terület eddig érintetlen. Itt vannak már festék.
festékek. Jó, valószínűleg készítek majd ijászt, hogyha lesz rá lehetőségem. Bronzeworking, látom a vasat. Masonry. A követ ki tudom termelni, akár még segíthet is a kerékre, de a kereket általában ki szoktam hagyni. Granary. 4 kör. Visszajövünk ide a shrinehoz. És szerintem ezzel a katonával is visszajövünk, az csak egy ilyen random scout volt. Jereva! Illetve egy goodie hat. Geneva? Oké, plusz 2 tudom el, nagyszerű. A játék korai szakaszában minél több városállamot találtok, annál gyorsabban megkapjátok azokat a bónuszokat, amikkel brutális tempóval lehet haladni. Oké, 40 arany, nem rossz, elfogadjuk. Következő kör. Legalább tudunk venni egy munkás délen, akit majd felküldünk éjszakra. Ó, végre! Csak az a baj, hogy későn van. Megtaláltuk ezt a csodát. Nagyszerű. Lássuk, hogy mit biztosít számunkra. Plusz 2 tudomány. Eraszkort kapok, hogyha csoda mellé települök le. Banán. Erre még nem tudom, hogy mi van. Itt van rizs. Nagy a távolság, de egyébként ide nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. Plusz 2 tudomány és kaja. Ide egy település. Akár őt elfoglalni. Granary, plusz 1 kaja, plusz 2 ház. És naval units. Tengeri egységet nem valószínű, hogy csinálunk, bár jó lenne védelemre. Védelemre jó lenne. Towers Builder, erre most nincsen szükség, mert vásárolni fogjuk az építést. Classical Wonders, Builders, All City. Hit, arany. Plusz egy termelés, most erre van szükségem, mert a másik településem nagyon-nagyon gáz. Erre most nincs, és Cavalry Units, Barbarians. Lehet, hogy a Naval Unitra, vagy pedig az íjászokra kellene majd rámenni. Naval Unit, megpróbáljuk. Megpróbálunk valami gyors tengeri egységet. Ó, és egy promóció. Rainforest Wood Hills, Rainforest Wood. Lássuk, hogy mi irányba menjünk tovább. Vrithing, mindenféleképpen. Vagy pedig a Bronzeworking, hogy lássuk, hogy milyen stratégiai nyersanyagok vannak itt a környéken. Egyébként sem. Így van. Found a Pantheon. És akár kártyát cserélhetnénk, de nem fogunk kártyát cserélni, mert nincsen hozzá helyünk. Politika filozofi, erre is rá kellene menni. Igen, 9 kör. 6 populáció? Lehet, hogy meg lesz. Lehet, hogy meg lesz. 3. 7 kör. 7 kör. 9. Megkapjuk a boostot. Itt már van boostunk. Jó, meg lesz. Oké. Nagyszerű. Szuper. Normális be fogunk szerintem végezni. Egészen valószínű. Ez itt egy nagyon jó hely. Ez itt abszolút tetszik. A sivatagban nem nagyon akarok kitelepülni, de akár ide jöhet még egy település. Lefedjük ezt a zónát, és ide pedig egy másik. Hogy a csoda mellé pakoljuk le az egységeinket. Megpróbálunk egy ilyen úgymond eraszkor vadászatot végrehajtani ebbe a kampányba. Illetve természetesen szórni a vallásunkat, hitet téríteni. Lássuk, merre menjünk tovább. Trader, akár. Stonehenge, 18 kör mostantól kezd, most már. De ugyanúgy azt vallom, hogy már eléggé késő van. Settler, 11 kör. 11 kör, 2 kör. El kell érni mindenféleképpen a 6-ot. Azt mondja, hogy 6, 5. Jó. Oké. Még egy settler. Következő. A settlerrel megpróbálunk jól pozícionálni. És barbár! Valahol itt kell lenni a campjüknek is. Oké, ez itt osztani fogja a pofont. Az a baj, hogy nem tudom változtatni, srácok, lányok, tehát itt nincsen hely. De a Great Prophet Point, ez nagyon-nagyon jól jöhetne esetleg. Megyünk előrébb, körülnézzük, hogy mi újság van az ő házatáján. Early Empire, hamarosan megkapjuk a boostot. És elküldhetjük az elsőnket. Mi a küldetés? Send a trade route. Nagyon-nagyon messze van. Az a baj. De kapunk plusz egy pontot. És hogyha elküldjük a kereskedőnket, amit akár meg is vásárolhatunk. 2-11. Vagy felküldjük ide a negyedik zónára, ami lehet egy kávé, vagy egy teknős. Tudományban nem akarok lemaradni. Úgyhogy
Valenciánál vásárolni fogunk egy buildert 2.15-ért. Megbunkáljuk itt a szarvasokat, hogy növeljük kicsit a termelésünket. Aztán felküldjük Madrid mellé, hogy ott is megbunkáljon egy területet. Plusz egy arany. Nem baj, legalább tudunk költekezni. És ez itt végig desert hill, Jézusom! Jézusom! Bronzeworking? Na! Oké, nem szedünk ki egyetlen egyet sem. És szerintem nincs is. Encampment, Spearman. Lássuk, srácok, lányok, van-e esetleg? Nincs. Nem is látunk? Nem látjuk a vasat? Ott a vas. Kumasi. Kumasira rá kell repülnünk, hogy legyen vasunk. És ott is a vas. 1, 2, 3, ide jönne. Tehenekre? Vagy a banára? Tehenekre. 1, 2, 3. Hogyha a tehenekre fogjuk lepakolni, de az nincsen mellette. Pak! Lehet egyébként hogyha itt lenne vas, az nagyon nagy, hogy jó lenne. De nincs ott. Nincs. Határainkon belül sehol nincsen vas. És sajnos a déli régióban... Nem baj, lesz majd szén, olaj, meg a többi. Meg urán. Hiszem én azt. Oké, most már jött az írástudomány. Plusz egy aranyat megkaptuk, és szerintem megyünk fel. A lovak se lennének rosszak, de a teknős felé megyünk. 6 kör, mire odaérünk. 2, 2, következő kör. 8 kör múlva meg lesz az Early Empire. Meg is van a boost, nagyszerű. Nagyon nagyszerű. Megnézem, hogy errefele mi található. Hát, ha találok még egy kontinens, rácok, lányok, és akkor tudom, hogy merrefele kell nekem tovább lépkednem. Következő kör. 5 kör. Következő koronistához, aztán mehetünk megint előről. Itt pedig 37 kör. Nem annyira szerencsés, Early Empire megvan. Production towards Settlers. Egyértelműen lecseréljük. Settler, igen. Naval units. Nem hiszem, hogy van értelme. Double experience. Recon units. Loyalty per turn. Fighting Barbarian. Fenntartási költség. Ezt választjuk, srácok, lányok. Ó, Gorgó! Köszöntelek. Nagyon örülök a találkozásnak. És Gorgó viszont itt van a számba. Idézőjelben, mert valószínűleg Barbossa is itt van valahol. De valahogy át kell mennem. Mondjuk már egységekkel még nem. Harvesting of fish and crabs. Na, várjunk. Várjunk. Allow builders to embark. Fishing boats. Ibiallic luxury rich. Oké, megkaptuk. Jó. Nagyon jó. Akkor jó irányba küldöm azt a munkást. Irrigation. Van itt 2-3 kávé. 3 kávé ezen a területen. Ez még egy nagyon jó hely. Ide biztos, hogy ki kell jönnünk. 100%. Ide kell még egy település, srácok, lányok. Úgyhogy abba az irányba kell majd tovább haladnunk. Currency, nem. Masonry. Build an iron mine, ez nem fog megtörténni. Farmer resource, szerintem az sem. Kereskedelmi útvonalat létesítsek. Politiká filozófira van most szükségem, hogy a kártyáimat a lehető legjobban tudjam kihasználni, és a Great Prophet pontot ki tudjam pakolni. Classical era. Az igen. Na, mit szólsz, hogyha én itt elállom az utat is? Nem engedem, hogy erre gyere. Maradjunk ott, fortify. Normálisban vagyunk. És ők is normálisban vannak, ami nagyon-nagyon jó. Trigger Eureka score, mindenféleképpen a tudományok irányába szeretnék tovább menni. És arra fókuszálni, hogy a lehető legtöbb mindent. Plusz egy kaja, plusz ház. Jó, jöhet. Gyorsabban lépjük a szinteket. Mindenféleképpen, illetve fel kellene fejlesztenünk az IS, valamint 3 IS-szal rendelkeznünk kellene. Túl sok a feltételes mód. Oké, az építészünkkel visszajövünk. Irrigation az még nincs. És csatlakozunk. A kérdés csak az, hogy legyek-e bátor? És települjek-e egyből ide ki? Itt rengeteg esőerdőt elérek. Nagyon gyorsan fel tudom húzni a populációmat. És akár ebbe a zónába is ki tudok települni, és a 3 kő az az enyém. Hogyha a sivatagot helyezem előtérbe, le tudok rakni egy piramist. A piramis plusz
egységet ad, plusz egy cselekvési pontot ad az építészeimnek. Viszont ezzel a munkással nem fogom ezt a területet farmá átalakítani. Ide pedig egy kereskedőre lesz szükségem, hogy megkapjam, hogy tudjam erősíteni a kolóniámat. Igen, arra lesz. Nem fogok kereskedőt küldeni másfele. Egyáltalán nem fogok. Campus 27. A campus ide kellene lepakolnom, srácok, lányok, vagy erre a zónára, hogy megkapjam a plusz egy bónuszt a hegyekből. Az lenne nagyon jó. De... ja igen, itt. Itt vagyunk. Granary. Plusz kaja. Plusz ház. Kajával problémások vagyunk, viszont ezt a kettő mocsarat fel kellene számolnunk. A lehető leggyorsabban. Orákulum. Szintén jól jönne, de itt biztos, hogy nem fogjuk megcsinálni, de a Granary-t igen. Következő kör. Oké, harcossal szerintem csatlakozni fogunk. Igen, oda. És ide. És összekapcsoljuk őket. Hogy véletlenül se tudjon kárt tenni bennünk. A vízi területeket felégethetik a kalózok, ami eléggé szomorú. Határozottan szomorú. 1, 2, 3. Akár... hát kávé... el tudjuk adni egyébként. Luxus nyersanyagunk, az van. Madrid plusz 1-be van. Valencia nullába van. Mi lenne, hogyha kereskednénk, Barbossa? Te mit mondasz? Make a deal. Hogyha adok neked egy teknőst, és mennyi aranyat adsz érte? Adsz érte 70-et? 70-et? 60-at? 60? 60-at igen. 66-ot? 65? 64? Oké, elfogadjuk. 64 arany, 30 kör a teknősökért. 177 pontunk van, hamarosan tudunk egy újabb egységet vásárolni. És... vízre nem fogok szállni, mert szerintem felégetik. És szerintem ez a barbár fel fogja égetni ezt a területet. Nagyon-nagyon nagy a valószínűsége, hogy ez fog történni. Quarry, nem tudjuk még felszedni. Remove. Irrigation. Re lenne szükségünk úgy nagyon-nagyon. De megyünk tovább és megpróbáljuk. Hogyha veszünk egy területet, akkor itt a bányát meg tudjuk munkálni. Jó, tehát az építészt tovább küldöm. Harcoljatok! Mostantól kezdve falakat tudok, illetve követ tudok kibányászni. Akár az egyik követ ki is bányászhatom egyébként. Hogy állunk? Oké, határon vagyunk. Arra a területre tudod letelepülni? Nem baj. Számomra ez kedvező. Irrigation, 5 kör. Farmer Resource. 2-3. Jó. Oké, ebben benne vagyunk. 2 kör múlva meg lesz a politika filozofi. Még egy körünk van. Akár ide is kitelepülhetünk. Ugye? Igen. Igen, és a következő körbe ki tudjuk bányászni ezt a követ, elhasználva a munkásunk utolsó pontját. Szikizm. Ez az, elértük, plusz egy a szkor. Lássuk, melyiket választjuk. Wonders, Great Person Point. Erre nagyon nagy szükségünk lenne, viszont akkor hadászatban nem lennénk erősek. De abba is kellene. Unit Experience. Plusz négy Combat Strength. Oligarchia. Lássuk, hogy miben vannak a többiek. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Classical Republic. És Classical Republic. Lássuk a Classical Republicot. Lássuk. És van egy plusz egy promóciónk, az nagyon jó. Valószínűleg választunk valaki mást. Magnus-t, és az új településünkhöz fogjuk majd oda küldeni. Magnus, és ide fogjuk majd. Majd. Igen. Classical Republic, Great Person Point. Azt hisz, hogy a District Resort, igen. Jó. Classical Republic. Ezt azért választom, srácok, lányok, hogy a játék elején ne legyek ellenszenves a többiekkel szembe. Great Prophet Point, illetve Influence Point per Turtovars equal City State and Voice. Igen. Ezt szeretném is. Settlers, nem. Ezt leváltjuk a Builderökre. Builders. Illetve plusz egy termelés oda. És ide. Így. Egyelőre ezt szeretném. Pozícióba vagyunk. Megalkotjuk a települést, és itt pedig... nem tudjuk kiszedni?
Csak meg tudjuk munkálni. Miért nem? Harvesting stone. Igen, ez itt stone. Jó, oké. Akkor menjünk egy másik tudomány irányába. És lássuk, hogy merre fele menjünk. Dráman poétré, ez nekünk nagyon jó lesz. És itt falakkal fogunk kezdeni, hölgyeim és uraim. Következő. Ja, itt van. Oké. Kiszedtük, megkaptuk elméletileg a boostot. Nem kaptunk meg a boostot. Farm a resource. Igen, mert más jelent. Jó, de hamarabb meglesznek a falaink. Itt pedig maradjunk defenzívek. Következő kör. Hamarosan ez a... Oké, meg is érkezett a csávókám. Nem baj, megpróbáljuk ledobálni. Lássuk, sikerül-e? Nem sikerült, mert csak megkarcoltuk a felületét, ez eléggé szomorú. Cordoba! Szerintem Cordoba irányába menjünk tovább, megpróbálom a lehető legerősebbé tenni. Vagy pedig Cordobából Genovába elindítunk. Szerintem ez lesz. Átrakjuk Cordobába. Igen. És onnastól fogjuk majd Genova irányába vinni. Remélem, hogy el tudjuk. Remélem, hogy sikerül a kapcsolatot megteremtenünk. Plusz egy builder. És következő kör. Az felégeti. Nem égeti fel, megy meghalni. Nagyon jó. És még nem fejlesztjük fel az íjászokat. Viszont, hölgyeim és uraim, én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Ez lett volna az első rész a spanyol inkvizíció szériából. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit és hogyan fogok tudni elérni. És itt is van Retia, nem, plusz 3 arany, és nem tudom Genovába, nem tudom. Viszont Madridba megkapjuk a plusz 2 és plusz 1-et. Oké, megkaptuk a currency-re is a boostot. Úgyhogy srácok, lányok, megpróbálok a lehető leggyorsabban, leginkább olyan tempót elérni, amivel fel tudunk fejlődni, és nem fogunk a mesterséges intelligencia hátam mögött kullogni, de ez mindenféleképpen majd csak a következő részben fog kiderülni, hogy sikerül-e. Én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Én Uno voltam, és még mindig találkozom legközelebb is. Szevasztok!